12 méter sugarú kör a jellemzője, ami azt jelenti, hogy ha a síző ügyesen élére dönti a lécet, akkor ez magától 12 méteres sugarú körön fordul. Ezeknél a régi léceknél, amik már csak a selejtek között találhatók, ezeknek az ilyen jellegű, nem is volt ilyen jellegű paramétere, de ez kb. 50-60 méter volt. Gáncs József azt mondja, a trendváltás, ahogy a sportban, úgy a városi síbankban is megtörtént. Mindenféle síléc, úgynevezett carving léc. De cipők, botok, kiegészítők és snowboard felszerelések is kölcsönözhetők itt. Volt egy nagy trendváltás, ahogy szokták mondani, amikor a hagyományos párhuzamos léceket felváltották. Ezek a babapiskótára emlékeztető carving lécek. Nekünk már csak ilyen léceink vannak, amelyek megkönnyítik a sízés tanulását is, és a kanyaroknak az élvezetét is. Ebből körülbelül egyszerre olyan 200 embert tudnánk felszerelni egy időben. A léceket minden szezonban karbantartják és a síző súlyára állítják a bérlés kezdetén. A síbank tanítási napokon délután 5 és este 8 óra között tart nyitva a Vasvári Pál általános iskolában. Örömmel mondom, hogy minden méretben, ami előkerül, 24-es lábtól 47-es lábig minden lábméretre tudunk felszerelést adni, sí és snowboard cipőket, valamint hozzávaló felszerelést, bukósisakot és esetleg még szemüveget is, akinek ilyenje nincsen. A városi síbankban a kölcsönzésen túl egynapos sítúrákra is lehet jelentkezni kezdőknek és haladóknak egyaránt. Ezeken oktatást is igénybe vehetnek az érdeklődők.